Jó hangulatban kezdte meg a Paksi FC a felkészülést a héten a kéthetes nyári szünetet követően, a 13. élvonalbeli szezonjára. Nyújtanak a srácok, majd jöhet a játékos labdás átmozgatás, mintegy három tucat játékos készül csertői aurél irányításával. Látványos változások egyelőre még nem történtek a játékos keretben. Visszarendeltük az MB2-be kölcsönadott játékosainkat, jött egy pár új srác, akit megnézzünk ezen a héten, és igazoltuk egy kapust Nagy Gergely személyébe, úgyhogy nagyjából ennyi a változás. Természetesen majd egy pár játékos kölcsön fogunk adni, de ez majd a jövő hét zenéje. A visszatért, mint egy tíz kölcsönadott játékost egyenlőre tesztelik a klubnál, ki az, aki fejlődött annyit, hogy maradhat a nagy csapatnál. Az egyetlen új érkező Nagy Gergely kapus Vasastól. Az abonyi származású labdarúgó a Győri Etóban nevelkedett. 14 évesen került az akadémiára. Két évre írt alá az atomosokhoz a 24 éves hálóőr, aki ötödik szezonját kezdi az első osztályban ugyanis Vasas az MB2-be sajnos, ezért így úgy döntöttem, hogy akkor váltani fogok, volt, voltak lehetőségek, de, de igazából a Paks volt nekem a legszimpatikusabb, ismertem a klubvezetést, ismertem az edzőstábot, tehát igazából ez is prélt legfőképpen arra, hogy idejek, illetve az, hogy, hogy komoly célok vannak, és ezeket a komoly célokat szeretném elérni a klubba. A komoly célok érdekében azon is dolgoznak a klubnál, hogy a stabil gazdasági háttér mellett új szponzor is érkezzen az elmúlt szezonban a hetedik helyen végzett paksi csapathoz. Az MVM óta nincsen főszponzor a csapatnak, az önkormányzat segíti plusz a központi bevételeinket tudjuk növelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a Paks 2-nek a, a fejlesztésével ide kell, hogy érkezzen valamikor egy, egy komoly szponzor, úgyhogy a hátterünk ezért dolgozik. Egyenlőre még a világbajnokság tartja Lázban a labdarúgást kedvelőket, de szűk egy hónap múlva. Az OTP Bank Liga nyitányára is sor kerül július 21-én.